A csoportmérkőzések befejeződtek a Dekatlan möbel városi kispályás bajnokságban, így eldőlt, hogy a tíz csoportgyőztes mellett kik azok a második helyezettek, akik még részt vehetnek a Superkupa döntőn. 2012 óta minden évben tartanak egy külön mini tornát a legjobbaknak, hogy kiderüljön ki az abszolút bajnok. Idén 1200 mérkőzést játszottak a csapatok az alapszakasz során, és nagy csatákat vívtak minden csoportban. Az látszott, hogy akik részt vettek a téli terembajnokságban, azok tavasszal szabad téren is jól szerepeltek. Akik a terembajnokságban szerepelnek, azok kimagasló eredményt értek el. Ebből a kimagaslik egy LSRBT nevű csapat, amelyik a C csoportban második helyen került fel a bajnokságból, ugye a B csoportba. Ők fantasztikusat futballoztak a terembajnokságban de más csapatok is, akik itt szerepeltek, azok érezhetően jól szerepelnek a szabadtéri bajnokságban is. A lebonyolítást nehezítette, hogy a városi stadion építése miatt több kispályát nem lehetett használni, illetve a csapadékos időjárás sem kedvezett tavasszal. A beruházás miatt azért elég sok probléma is adódott, hiszen elvettek tőlünk két pályát is, és sokszor kellett tolnunk a mérkőzéseket, időjárás is közbeszólt, hiszen 48 mérkőzést közben el kellett halasztanunk az eső miatt. Szerintem egy szenzációs bajnokságot zártunk, óriási eredmények vannak, nagyon sok meglepetés van, de most jelen, jelen pillanatban nem úgy, mint máskor, hogy még az utolsó pillanatban is kellett várni, hogy na ki lesz a bajnok. Gyakorlatilag egy-két héttel ezelőtt már 90%-ába eldőlt a tíz csoportnak a bajnoka és a dobogós helyezések is. A Superkupa döntőjét szerdán este rendezik a városi stadionban. Sok pihenő nincs, mivel július 20-a és 22-e között 11. alkalommal rendezik meg a Strand Fesztivál Sóstón. Itt külön rendeznek mérkőzéseket női csapatoknak is. Négy megyéből érkeznek Gárdák, és két női együttes jelentkezésére még van lehetőség. A kispályás szezon következő idénye augusztusban kezdődik, és már lehet nevezni.